Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a szót. Rendkívül hálás feladat utolsó előttinek előadást tartani, de talán utolsónak még hálásabb lehet. Úgyhogy igyekszem majd egy kicsit pörgetni a szlájdokat. És egyben akkor kérem, engedjék meg, hogy egy kicsit lazábban kezdjem az előadást. Egyáltalán miért van szükség oktatásra, tudatosításra, a közlekedés biztonság vonatkozásában? Hát talán a képről már érezzük az eredményt. Ha itt megfelelő képzésben minősült volna a pilóta és a légiforgalmi irányító, talán ez nem fordulhatott volna elő. Az biztos, hogy én nem szeretnék ott a leszálló gépen ülni, kinézni az ablakon és éppen azt realizálni, hogy hát valahova, ahova leszállnánk, ott egy másik gép éppen keresztezi az útvonalunkat. Itt egy másik nagyon jó példa, szintén az oktatás hiányosságát mutatja. Ugye, hogyha a pilótának elmondták volna, hogy mikor és milyen körülmények között lehet a hajtóművet indítani, talán a szomszédjából nem csinál egy ilyen toast-féle repülőgépet. Vagy egy másik, hogyha a repülőgép tervezőnek, kivitelezőnek elmondták volna megfelelő oktatással, hogy milyen lejtést kell adni a burkolatnak, a pályának, hogy a víz, az eső az lefolyjon róla, akkor ez szintén nem fordulhatott volna elő. Egyébként azért az is érdekes, hogy a pilóta miért gázol bele ilyen nagyméretű víz felületbe. Hát információnként az a két hajtómű az tönkre is ment, úgyhogy az rögtön egy nagy javítás, kettős nagy javítás. És hát a bevezető gondolatok után akkor én úgy gondoltam, hogy jó lenne legalább felvillantani azt, hogy mit is jelent a közlekedés biztonság, és számunkra miért is olyan fontos erről beszélni. Azt szoktuk mondani, hogy a közlekedés biztonság meghatározás ügyileg definíció szerint az az adott közlekedési ágazat biztonságát leíró mennyiségi, minőségi mutató, jellemzően valamilyen esemény, közlekedési esemény, baleset, katasztrófa per kilométer, utaskilométer vagy üzemóra, illetve személyisérülések száma per adott időciklusban szoktuk ezt kifejezni. Az a célunk természetesen a közlekedés biztonság és ehhez köthető tudomány ápolásával, hogy a közlekedés biztonsági szintet azt garantáljuk, folyamatosan lehessen azt fejleszteni. Tehát a lehető legkevesebb közlekedési esemény, káresemény, baleset, katasztrófa legyen, és a lehető legkisebb legyen a kockázat annak, hogy bármi is meghibásodik. Nagyon fontos a támogatás, és itt kanyarodunk rá az oktatásra, több szintű támogatásról kell beszélnünk, tehát mind szabályozással, mind oktatással és mind tudatosítással támogatni kell a közlekedés biztonságot. Minimum feltétel rendszereket kell kidolgozni, hogy például milyen szakmai követelményeknek kell megfeleljen egy karbantartó, vagy milyen gyakorlati tapasztalatokkal, elméleti tapasztalatokkal kell rendelkezzen az ilyen-olyan szakember. Hát nézzük azt, hogy milyen képzés fontosságát alátámasztó közlekedés biztonsági jellegzetességek, sajátosságok vannak, melyeket mind-mind jó lenne figyelembe venni az oktatásba. Egyrészt tudunk technológia fejlődésről beszélni. A közlekedéshez köthető biztonság technológia tudomány az alapvetően egy fiatal tudományrendszer. Az ilyen-olyan szabványrendszere is csak pár tíz éve jött létre. És eleinte egyébként alapvetően a megelőzés módszertanával éltünk a közlekedés biztonságban, ergo ne közlekedjünk, amikor például rossz az idő. Utána bevezettük a passzív biztonságtechnológiai megoldásokat. Passzív az azt jelenti, hogy amikor már az esemény, a káresemény, a baleset, a katasztrófa bekövetkezik, akkor valamivel megpróbálja a következményeket csökkenteni. Például egy autónak a lökhárítója. Később bevezettük az aktív rendszereket. Az aktív rendszer az már az esemény bekövetkezése előtt folyamatosan mér és beavatkozik, ilyen tipikusan például egy légzsák. És most jutottunk el arra az idő pillanatra, pontra, technológiai érettségi szintre, hogy új mikroszenzorokkal, mesterséges intelligenciával próbáljuk a közlekedés biztonságát tovább fokozni. Na hát jó lenne, hogyha ezeknek legalább az elveit valahogy át tudnánk ültetni a képzésbe, azért, hogy mindenki lássa, hogy milyen rendszerekről beszélünk, és a hibáknak mik a következményei, ezt majd a későbbi szlájdokon még igyekszem hangsúlyozni. Egyébként új elveket, megközelítéseket, módszertanokat is bevezettünk.
először a Diminished Tolerance, majd utána próbáltuk az úgynevezett Catastrophic Failure Prevention-t bevezetni, tehát nem baj, ha esemény van, csak katasztrófa ne legyen. Tehát egy légis példában nem baj, ha leszakad a hajtómű egy vészeszállásnál, csak a gépet ne veszítsük el. Utána nagyon fontos még arról is beszélni, hogy a különböző technológiáknak milyen érettségi szintje van. Nyilván kutatásfejlesztésről, innovációról beszélünk. Nyilván vannak olyan technológiák, amik alkalmazott alapkutatási fázisban vannak, illetve olyanok is, amik már termékesíthetőek, és technológia transferrel akár több közlekedési ágazatba is átültethetőek. És végül a disztruptív technológiai megoldásokat is ki kell emelni, tehát olyan megoldások, amik az alapvető vagy az eddig rendelkezésre álló megközelítéseket teljesen lerombolják és egy új kreatív megközelítésekkel fejlesztenek. Ezeknek a legnagyobb a hozadéka, de ezekhez csatolható a legtöbb bizonytalanság, és ezért fontos itt megint az oktatást kiemelni. A közlekedésben mindannyian hallottunk autonóm közúti járművekről, mind légi, mind földi vonalon, mindannyian hallottunk hibrid elektromobilitásról, illetve drónokról is, ennek szerepéről majd még később szeretnék beszélni. Tehát bárhogy nézzük, az is világos, hogy a közlekedéshez és a közlekedés biztonsághoz csatolható elfogadott költségszint is folyamatosan növekszik. Gondoljunk abba bele, hogy a 2000-es évek elején még egy kocsi vásárlásakor extra listán x-elgettük, hogy akarok-e légzsákot. Akarok-e magamnak, mint vezető, akarok-e az anyósülés mellé légzsákot. Hát gyakorlatilag ez az, amikor beárasztuk a különböző biztonsági rendszereknek a költségérzékenységét. Tehát ezért kulcsfontosság, hogy az ilyen-olyan újításokról beszéljünk, és azt átültessük a képzésbe, oktatásba. Egy másik fontos dolog a kockázatértékelés és baleset kivizsgálásnak a jellege. Fontos az, hogy a kockázati tényezőket helyesen felismerjük, és azt is lássuk, hogy az első esemény vagy az első meghibásodás után a második, harmadik esemény jellemzően 10-szer, 100-szor hamarabb áll elő. Mondok egy extrém példát, részeg a pilóta, ez az első hiba, belátjuk, hogy a második hiba már könnyebben előáll. Hát hasonló probléma volt, bár ott nem ilyen jellegű, pilóta nem volt részeg, de az Überlingeni 2002-es baleset, amikor utazó magasságon, talán emlékszünk rá, 2 utasszállító repülőgép összeütközött. Gyakorlatilag a legtöbb hiba oda vezethető vissza, hogy a svájci irányító központot éppen felújították, karbantartási munkálatok miatt jó néhány alapvető rendszert kikapcsoltak, és nem gondoltak abba bele, hogy egy rendszer lekapcsolása az milyen következményekkel fog járni. Összességében egyébként a hivatalos kivizsgálási riport 8 ilyen-olyan hibát jelölt meg, többek között például még az orosz kapitány angol nyelvtudását is. Tehát bárhogy nézzük, nagyon fontos, hogy ezeket a jellegzetességeket is figyelembe vegyük a képzéseknél és a közlekedés biztonságnál. Baleset kivizsgálás korlátai egy élő példa. Nálunk volt egy ilyen munka a BM-en, ahol egy közúti közlekedési balesetben egy szemtanú mindenféleképpen ragaszkodott hozzá, hogy a balesetet okozó gépjármű az gyorsan hajtott, ment vagy 100-zal. És akkor a szakértői kérdés úgy hangzott el, hogy ment olyan gyorsan, mint a villamos. És azt mondta a szemtanú, hogy dehogy, de legalább 100-zal hajtott. Tehát sajnos ez is jellemző, hogy nem tudjuk hova tenni a különböző eredményeket, nem tudjuk hova tenni például a légiközlekedéshez köthető repülési sebességet, mert nem ilyen tartományokhoz vagyunk a mindennapi életben hozzászokva. Egy másik jellegzetesség a társadalmi-gazdasági adatok és szokások. A baloldali ábra a légiközlekedés, a jobboldali ábra pedig a közúti közlekedés eloszlását mutatja. Baloldalt a számok a teljes repeseményből a hozzájárulás. Látjuk Afrika 60%, tehát az összes globális repesemény 60% Afrikához köthető. És hát most már talán érezzük, hogy itt a színek azt jelentik, hogy minél vörösebb, annál több a baleset. Tehát a közúton ugyanez figyelhető meg. Ebből levonhatjuk az egyértelmű konklúziót, hogy igenis a társadalmi-gazdasági adatok és a szokások, és mennyire tudatosan közlekedünk, az mind-mind egy olyan dolog, amit a képzésnél figyelembe kell venni.
humán faktor, emberi tényezők, nem tudjuk kikerülni. Baloldali ábra a közúti közlekedés emberi tényező, tehát hogy hány baleset köthető emberi tényezőhöz, 57%, légiközlekedés vonatkozásában 63%. És ezek valós felvételek. Mondjuk itt a kreativitásról is láthatunk tanúbizonyságot, amikor a térképet arra használja a pilóta, hogy eltakarja a szemét. Ez is egy nagyon érdekes dolog, amit rettentően fontos látni, hogy ismét mik a különböző hibáknak a következményei. British Airways járat, talán azt mindannyian látjuk, hogy a kapitány nem biztos, hogy a legmegfelelőbb helyen helyezkedik el. Itt egészen egyszerűen az történt, hogy felszállás után, utazó magasság környékén az ablak, a szélvédő, az kirepült, és a dekompresszió kiszívta a kapitányt. Szerencsére a bokája beleakadt a szalvkormányba. Zárójel, vissza tudták hozni, zárójel fél év múlva újból repült. Hát mondjuk annak a valószínűsége, hogy még egyszer lezuhan, vagy egy ilyesmibe keveredik, talán tényleg alacsony. És amikor kivizsgálták, arra jöttek rá, hogy felszállás előtt cserélték a szélvédőt, és a karbantartó úgy gondolta, hogy hülye mérnök túltervezte, jó lesz pár menettel rövidebb csavar. Nem volt elég. Tehát ezért fontos azt látni, hogy milyen rendszerben gondolkodunk, milyen rendszerben dolgozunk, és hogy az én munkám hanyagsága milyen következményekkel jár. Ezt természetesen nagyon nehéz átlátni, mert rendkívül komplex lett a technológia, rendkívül komplexek lettek a közlekedési járművek, a pályák. Talán a tervezők látják át, de a felhasználók egészen biztos, hogy a részleteket nem ismerik. És hát nézzük akkor ezek után, hogy mi a helyzetkép. Az első szlájd az világszinten mutatja a közúti közlekedéshez köthető ilyen-olyan adatot, statisztikát. Tehát évente 1,35 millió ember hal meg közúti balesetben. Átkonvertálva minden 24. másodpercben meghal valaki. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy bődületes szám. Ez talán még érdekesebb, hogy a gyermekek 5-29 évesek között az első számú ok, halálozási ok a közúti közlekedési balesetek. Nem sokkal jobb a helyzet a teljes társadalmi életkorban sem, ott a 8. vezető halálozási ok. Tehát látjuk, hogy a közlekedéssel mindenféleképpen, a közlekedés biztonsággal mindenféleképpen foglalkozni kell, és folyamatosan frissíteni kell az oktatási anyagokat azért, hogy az előző szlájdon látható sajátosságokat be tudjuk építeni, és növelni lehessen a biztonságot. Azt is látjuk egyébként, hogy a több mint fele a közúti baleseti áldozatoknak vétlen. Hát nem ő volt az okozó, több mint fele. Talán ez is megdöbbentő. Az ember mindig azt hallja a híradóban, hogy ilyen-olyan gyorshajtás, azt ritkábban ilyet is hallunk, hogy mások halnak meg a gyorshajtók miatt, de ezek szerint többen halnak meg, akik vétlenek. Halálos balesetek 93%-a alacsony és közepes jövedelmi országokban történik, erről már beszéltünk az előző szlájdon, 93%. Ami a magyar statisztikát illeti, az elmúlt 10 évben a közlekedés biztonság alakulását látjuk, a fekete a halálozási, ez a súlyos, ez pedig az enyhe sérült, és az mondható el általánosan, hogy javuló tendenciát látunk, és főleg a súlyos vagy az elhalálozottak vonatkozásában figyelhető meg egy csökkenés. Az EU átlaghoz képest 9%-kal vagyunk magasabbak, ez talán még nem is olyan rossz. Az ilyen-olyan stratégiai dokumentumokban meghatározott célfüggvényekhez képest rosszabbak vagyunk, a célokat nem értük el, de általában az ilyen stratégiai dokumentumok igenis kihívó célokat szoktak megfogalmazni, legtöbbször ezt nem sikerül különböző területeken elérni. Megvizsgáltuk azt is, hogy a gyermek baleseti számok hogyan alakulnak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy halmozottan hátrányos terület, veszélyeztetett kategória, azért, mert a különböző szabályismeretük, vészhelyzet felismerésük, reagálási képességük az még igen alacsony. Az is világos, hogy egyébként általában balesetben gépjármű utasként szerepelnek,
általában, a következő szlájdon majd látjuk, hogy ez sajnos nem mindig van így. És azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag 7-16%-os mértékben csökkent a baleseti ráta. A nagyobb százalék köthető a halálos kimenetű balesetekhez. Úgy gondolom, ez mindenféleképpen jó hír, bár még jócskán lenne min dolgoznunk, és itt megint az oktatás szerepe jön be. A KT-ban megvizsgáltuk azt, hogy milyen a hazai közlekedés tudatossága, vannak-e hiányosságok. Ezt azért tettük, mert úgy gondoltuk, hogy jó lenne a hiányosságok azonosítása után azokra fókuszált tematikus képzési programokat indítani. És az volt a célunk, hogy egy monitoring rendszert készítsünk el, és gyakorlatilag az óvodásoktól egészen a 12. osztályosokig durván 5000 gyermeket vontunk be a felmérésbe. Az adatok azt mutatják, azt néztük, hogy milyen a közlekedési szabályismeret és a magatartás. Az adatok azt mutatják, hogy a közlekedési szabályismeret, és ez talán meglepő, hogy az elején, tehát óvodástól durván az első-második osztályig 80%-os. 80% számomra meglepő volt, jóval alacsonyabbra tettem volna ezt a számot, de talán még meglepőbb az, hogy ez meredeken zuhan 50% alá, és gyakorlatilag ott stagnál. És hogy vajon ez miért van? A legtöbb ember azt gondolná, hogy ahogy nő a gyerek, pont hogy a vészhelyzet érzékelés, pont hogy a kockázatok azonosítása egyre az nő, egyre több ismeretet gyűjt például a KRESZ-ről, akkor miért csökken? Sajnos azért csökken, mert itt jön be az, hogy az útszélén gyalogolnak, itt jön be az, hogy nem megfelelően mennek át az úttesten, mert már egyedül akár átmennek az úttesten, itt jön be az, hogy kerékpároznak az útszélén, és ezek vezetnek ehhez a drasztikus csökkenéshez. Régiós vonatkozásban azt látjuk, hogy egyébként a legrosszabb helyzet az a Dél-Dunántúlon volt, a legjobb az valahol nyugat-magyarországi régió. Ott 71%-os volt ez az érték, tehát a szabály ismeret viszonylag jó. Magatartás elemzés, még rosszabb a helyzet, de egyébként ugyanazt látjuk, hogy az elején viszonylag jó, 70% körüli érték, és ez lecsökken ilyen 43 körülre. Szintén talán azt gondolnánk, hogy egyre jobb a vészhelyzet felismerő képességük, mi történik. Sajnos pont ugyanaz történik, mint ami az adatokat elemezve, hogy megtudtuk, ugyanaz történik, mint a szabályismeretnél, hogy a zebra úttesten való átkelés, a kerékpározás, éjszakában az út szélén a gyaloglás, ezek vezetnek ide. Régiós vonatkozásban hasonló a helyzet, a déli területek a legrosszabbak, és a legjobb itt is a nyugat-magyarországi régió. Tehát mindezek után egy pár szót hadd ejtsek arról, hogy milyen kor specifikus ilyen-olyan képzési programokat csináltunk, együttműködve más intézményekkel, kollégákkal. Alapvetően a fókuszterület az a gyermekek voltak és az iskolák, pontosan az előző szlájdokon kivetített adatok miatt, de élethosszig tartó tanulási modellben gondolkodtunk, tehát látjuk, hogy a felnőttek is itt vannak a képzési, teljes moduláris képzési folyamat végén. Felépülő bizalom elvét próbáltuk érvényesíteni, tehát egyre több információval ellátni a gyermekeket, azért, hogy ez a sok információ bizalmat építse, és akkor úgy egyre tudatosabban közlekedjenek. A kisgyermekek és a kisiskolások részére közlekedésbiztonsági oktatási programot dolgoztunk ki, ezt még az iskolában is folytattuk. Itt az alapvető közlekedési szabályokat mondtuk el. Az iskolásoknál kerékpáros kisjogsi programot vezettünk be, pontosan az elmúlt szlájdokon látható statisztikai adatok miatt, tehát hogyan kell tudatosan, biztonságosan kerékpárral közlekedni. Majd a középiskolákban különböző veszélyfelismerési program, interaktív közlekedés, biztonsági foglalkozás, itt ilyen-olyan témákat közösen, kollektíven oldottak meg a hallgatók az oktató kollégákkal együtt, illetve beindítottunk egy e-learning közlekedés felkészítő programot és egy KRESZ felfrissítő programot is, ezt már akár jogosítással, jogosítvánnyal rendelkező kollégák számára is.
Az alsó részen látjuk, hogy mennyi gyermeket, illetve járművezetőt értünk el. Én úgy gondolom, hogy a számok magukért beszélnek. Az utolsó kettő mai nap is fut, tehát 1 millió diákot érünk el alapvetően az e-learninggel, és további 70 ezer járművezetőt, akinek már megvan a jogosítványa, és próbáljuk frissíteni az ismereteit. Azt is látjuk, hogy mindenféleképpen a jövőbeli lehetőségre is ki kell terjeszteni ezt az oktatási portfóliót. Nagyon határozottan úgy gondoljuk, hogy a drón terület egy ilyen, mert egy disztruktív technológia, egy olyan terület, ami nagyon sok hozzáadott társadalmi, gazdasági hozzáadott értéket tud produkálni. Nagyon sok szakterülettel rendelkezik, ami a gyermekek részére különböző képességfejlesztési részeket tudnak realizálni. Például a programozás és matematikai ismeret a repülőgép szerkezettanban, a repülőgép tervezésben, a repülőgép szimulációban, vagy például a motorikus képesség és járműirányítás vonatkozásában, ahogy irányítják a járművet. És még nagyon hosszú a lista, amivel mind a drón hozzá tud járulni a gyermekek képzési programjaihoz. És egyben szeretném azt is örömmel bejelenteni, hogy létrehoztuk a közneveléskukac.kti.hu weboldalt. Erre szeretnénk tisztelettel mindenkit kérni, hogy az ilyen-olyan oktatási igényeiket kommunikálják felénk. Az alapvető célunk az az, hogy egy kollektív alapú programalkotási folyamatot indítsunk el, ahol együtt ilyen-olyan új képzési tematikákat, programokat tudunk bevezetni, mert nekünk az a fontos, hogy a közlekedés biztonságát a lehető legnagyobb mértékben támogatni tudjuk, és ehhez, amint láttuk, különböző specifikumok és tudatosítás miatt igenis komoly téma-specifikus programokra van szükség. Nagyon fontos még továbbá számunkra, hogy a fiatalokat egy könnyen megszólító, interaktív, fejlett képzéssel lássuk el. Összefoglalásként azt tudom elmondani, hogy a közlekedés biztonság egy olyan terület, ami számunkra kiemelten kezelendő, ezért ezt természetesen különböző képzési oktatási programokkal is támogatjuk. Fontos az, hogy a közlekedés ilyen-olyan jellegzetességére is kitérjenek az új programok, ebben is kérjük az önök segítségét, hogy például a betervezett biztonság is valahol szerepeljen a képzésben, hogy például a disztruktív lehetőségek, a drónokhoz köthető képzések szerepeljenek a képzésben, vagy például az emberi tényezők, hogyan lehet az emberi tényezőket kezelni, és hogyan lehet például a veszélyforrásokat, a kockázatokat és a hibák következményeit is az oktatásban átadni. Tehát ilyen új képzési programokban gondolkodunk, még egyszer egy kollektív alapú megközelítésben, több szintű oktatási programmal, ahol a tudatosítás is kulcs szerepet kap. Köszönöm szépen a figyelmet!